Üdvözlőjük kedves hallgatóinkat és nézőinket, ez itt a Régi Vitézeknek 67. adása. A stúdión vannak Hézser Benedek, Sziasztok! és meghívott vendégünk Boldog Zoltán. Üdvözlök mindenkit! Én pedig Mesteli János vagyok. És meghívott vendégünk kapcsán ma a történelmi illusztrációk világába fogunk egy kicsit kalandozni. A szignál után jövünk. Szent háromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye. Régi vitézeknek, roppant seregeknek, győzhetetlen Istene. De hozzád kiáltok, kik katonád vagyok, vigy kérlek vitézségre. Itt vagyunk a stúdióban meghívott vendégünkkel Boldog Zoltánnal, aki történelmi illusztrátor, bár ő egy kicsit túlzásnak tartja ezt a kifejezést, de úgy gondolom, hogy közel 300 munkád készült már el. Ezután a mennyiség után, és szerintem ezután a minőség után ez a titulus kijár, és hát vele fogunk beszélgetni a történelmi illusztrációkról, hogy hogyan lehet grafikailag újraalkotni egy történelmi kor, egy történelmi korszaknak adott szereplőjét. Azért is izgalmas szerintem ez a téma, mert kicsit rokon területek ez a hagyományőrzéssel. Ugye nekünk a hagyományőrzésből ez az egyik legfontosabb kihívás és legnagyobb feladat egy átlag hagyőr számára, hogy egy karaktert újra alkosson, ugye nem papíron, hanem a valóságos felszerelését újra alkossa. De megnézzük, hogy mennyivel másabb ez, hogyha művészileg kell hozzáállni, és mondjuk azt is, hogy mondjuk miben lehet itt a hagyományőrzőkre számítani. Tehát a vendégünk Boldog Zoltán, és arra kérnélek, hogy be tudnál-e mutatkozni a hallgatóknak és nézőknek dióhéjban, hogy ki vagy te, honnan indultál, mivel foglalkoztál, és végül hogy jutottál el odáig, hogy ilyen illusztrációkat készítesz? Nos, az eredeti végzettségem szerint régész lennék. Régészként is dolgoztam egy darabig, amíg részben egy térbalesetnek köszönhetően illusztrátorként kezdtem tevékenykedni. De igazából ez nem a semmiből jött, tulajdonképpen a régészethez is a rajzolás vitt be. Nem régészet szakon kezdtem az egyetemet, hanem jogi karom, de ott nem igazán éreztem jól magam. És mindig hangsúlyos volt nekem a történelem, főleg a hadtörténet iránti érdeklődés, és egy régészeti kiállítás készüléséről vettem hírt Gyulán, akkor lehettem a jogi karon olyan másodéves, és fogtam a kis magamtól gyártott történelmi rajzaimat. Nem nagyon semmiféle művészeti képzettségem nem volt, most sincs egyébként, de magamtól szerettem rajzolgatni ezekből az akkor, hát éppen forgalomban lévő a történeti kiadványokból az ottani képek mintájára, csak úgy magamtól ilyen szabvány, görög hoplita, angol íjász, ilyen hadtörténeti figurákat. Fogtam a kis dossziémat és besétáltam a Gyulai Múzeum régészéhez, és hát igazából fogalmam sem volt, hogy mibe vágok bele, mert innen ebből a helyzetből pontosan tudom, hogy milyen az, amikor valaki lelkes érdeklődőként megy be múzeumokhoz, hát tulajdonképpen a lelkesedésén kívül nem sok mindent, nem sok mindennel felszerelve, de érdekes módon az érdeklődésemet díjazták, bár a rajzoknak semmi közük nem volt az akkor készülő kiállításhoz, és igazából az, hogy valaki így az utcáról besétál egy köteg rajzzal, és adják, hogy a régészeti kiállításon rajzoljon, az még most sem mindig szokott nekem sikerülni. Tehát 300 valahány
megjelent rajz, régészet szak elvégzése és mit tudom én, 40-valahány kiadványba és kiállításba való bedolgozás után semmi, mindig egyértelmű az, hogy besétálok a kis portfóliómmal, és akkor onnantól működhetek. Tehát itt egy óriási szerencsém volt, úgyhogy igazából nem tudtam, hogy miben csöppendek bele. A Gepidákról szólt a kiállítás, hát ez jó 20 évvel ezelőtt volt. Nekem a Gepidákról való tudásom az Gárdonyi Géza láthatatlan emberéből származott, ennyi volt, de szerintem így az emberek többsége szintén így van vele. Úgyhogy igazából az érdeklődésem miatt nem küldtek el. Tovább küldtek Szegedre, hogy itt a kiállítás kurátorával beszéljek, ő sem küldött el. Ezenben nyomott néhány könyvet, ami a régészet szakon a belső felvételihez ilyen alapmunka, Bónának a középkor hajnala. Tehát a Gepidákról, Langobárdokról szóló kiadvány. Ez a szép rózsaszín. Azután azt elolvastam, láttam, tényleg elolvastam, még mindig érdekelt a dolog, akkor jött az MLC-t, a Hunok és Nagykirályaik. Az már úgy még nullánál kicsit magas, tehát az indulásnak kicsit magas volt, és akkor mondta, hogy ha ennyire érdekel a dolog, egyrészt elkészítettem a rajzokat, egyáltalán nem lettek olyan fantasztikusan jók, de én úgy éreztem, hogy elképesztően jók akkor. És képet nem tudok róla mutatni, de annyira nem is törekszek rá, mert tényleg nem sikerültek jól. Viszont felajánlották, hogy ha ennyire érdekel a dolog, akkor csak így külsősként menjek be a nulladéves régészek közé órákat végighallgatni, az alapozó képzést. Mert Szegeden úgy működött, hogy minden korszakból tanulni kellett egy bizonyos ideig, és utána volt egy belső felvételi, és akiknek sikerült, utána kezdték a tényleges régészet szakot. És én ezen az alapozó képzésnek az óráit végigültem, külsősként, és akkor úgy döntöttem, hogy inkább váltok, mert a történelemhez, régészethez mindig is több közöm volt. Ez mindig nagyon hangsúlyos vonal volt nálam, és igazából én úgy vagyok összerakva, hogy muszáj olyasmit csinálnom, ami érdekel. Tehát, hogy egyszerűen nehezen tudnék olyan dologba tevékenykedni, hogy jó, csinálok valamilyen munkát, lenyomom, és utána foglalkozok a hobbimmal. Nem. Tehát nálam ez a vonal, ez meglehetősen hangsúlyos. És akkor így kerültem tulajdonképpen régészet szakra, a rajzoláson keresztül, meg a nagy lelkesedésen keresztül. Hát ott azért kiderült, hogy a régészet az nem csak rajzolásból áll, sőt, tehát igazából a régész munkának a 99,99%-a ezreléke az nem erről szól, teljesen más. Viszont az a régi korok anyagi kultúrája, tárgyi kultúrája és egyáltalán az a fajta speciális történelem, ami a régészet szakon és a leleteken keresztül megismerhető, az sehonnan máshonnan nem szedhető fel. Tehát én pontosan látom a különbséget, hogy milyen az, hogy valaki kezdi egy lelkes amatőrként, és utána elvégzi a szakot, tehát ég és föld a kettő. Tehát teljesen más látásmód, teljesen más felkészültség. Szóval egy nagyon különleges háttér volt, amit semmilyen könyvekből nem tudtam volna összegyűjteni. Viszont milyen korszakos régész vagy? Szegeden akkor nem volt ilyen. Nem volt még ilyen. Hát az ottani képzés szerint minden korszakot tanultunk, és minden korszakból vizsgáztunk, ásatásra pedig úgy mentünk, ahova bejutottunk. Hát nem nagyon válogathattunk, mindent kaptunk az arcunkba, amit csak lehetett, és persze a szakosodás Szegeden az abból állt, hogy miből írod a szakdolgozatodat, de még az sem volt döntő. És hát ott a képzés az a múzeumra épült akkoriban, klasszik is velük működött együtt. Római kor az ugye nem volt túl hangsúlyos, barbarikum, nomádok, őskor, tehát ezek voltak hangsúlyosak. És hát én nekem így megmaradt a hadtörténeti vonal, én éppen fegyvertörténetből írtam a szakdolgozatomat, középkori fegyvertörténet. De azon kívül kijutott minden más, ami a régészet szakon van, mert a fegyvertörténet egy iszonyú kis morzsa, tehát ezért nem is sikerült ott továbbvinnem ezt a vonalat, mert hát így nem volt rá igazából különösebben nagy fogadókészség. Hát elvégeztem a régészet szakot. Ott folytattam a rajzolósdit, viszont ilyen olyasfajta figurák jelenetek, mint amik titeket érdekelnének, és amikben működök, abból rendkívül kevés kellett, és erről is majd beszélhetünk, hogy miért van ez így.
hogy milyen egy kézen meg tudnám számolni az 5 év alatt, amikor ott voltam, és egyezetben értesültem arról, hogy mihol kerül elő, kis késéssel, akkor alig-alig kellett ilyet rajzoljak. De volt rá példa. Viszont amiből tonnaszám kellett, és ott jól jött a rajztudás, az az úgynevezett régészeti táblarajzoknak a készítése. Hát amikor csőtollal, tussal, méretarányosan kell lerajzolni leleteket több nézetből, esetleg kiegészíteni, tehát ez az, amit a régészeti publikációkban lehet látni nagyon sűrűn. Na, ezekből tényleg tonnaszám készítettem, ezeket nem is tartom számon, egy csomóról nincs is másolat, vagy ha van, akkor nincs beszkennelve, tehát itt is ültem, majd esetleg mutathatunk, hogy hogy is néz ki egy ilyen. Hát ez egy apró munka, csendes őrülteknek való, úgyhogy én ebből rengeteget csináltam, annyi volt a pozitív hatása, hogy az anyagismeretem az átlagosnál talán valamivel nagyobb volt. Tehát rengeteg lelet ment át a kezem között ennek köszönhetően. A ásatásra is menni kellett. Ott a terepi rajz az nem okozott gondot, maga az ásatás az már megint egy másik feeling. Tehát, és hány éven keresztül dolgoztál régészként? Tehát, négy-öt évig, tehát utána az volt a rendszer, mivel hogy hát az évfolyamomból szerintem mindenki, mi voltunk azt hiszem 16-an, és ez nagyon soknak számított akkoriban. Belecsöppentünk a 2-vel ezelőtti adásotokban említett régészet úgynevezett aranykorába, mikor pörögtek még az autópályás ásatások. Hát mikor az ember az aranykorban van, akkor egyáltalán nem érzi aranykornak. Tehát ezt majd akkor tudja, amikor vége van. Hogy mi is volt az. Hát, megterhelő volt, az M6-os ásatásain dolgoztunk, ez ugye a Dunával párhuzamos, a római Limes út vonala. Észak-dél vonal, tehát a Pest-Pécs közti durván. Hát nekünk a Baranya-Tolna rész jutott. Ott dolgoztunk a nyomvonalon folyamatosan, tehát ez autópályás, frissen végzett autópályás régészet tipikus élete következett megszállásokkal, 10-11 hónapos kintléttel, folyamatos munkával, tehát ez a fajta ásatási tevékenység, amiről összefoglalóan annak, aki nem régész vagy nem volt ásatáson, bár a hagyőrök között azért elég sokan vannak technikusok, mégis régészethez így úgy kapcsolódó emberek. Galina Zsolt fogalmazta meg egy interjúban legjobban, hogy milyen is ez a régészet, hogy egy extrém körülmények között végzett teljesítmény munka. Uh-huh. Pont. Ez teli találat. Ez se elvenni, se hozzátenni nem lehet. Ez pontosan erről szól. Na és az extrém körülményeknek egy aprócska részlete juttatott vissza engem az alaptevékenységemhez. Ez az aprócska részlete egy bronzkori gödör volt, olyan 40 centis körülbelül, és esett az eső. Nem annyira, hogy levonuljon a társasága a felületről, hanem csak annyira, hogy az frissen nyesett agyag olyan jó csúszós legyen. És akkor én ebbe a gödörbe beleléptem, ballábbal meg is csúsztam, kiment a térdem, amit már korábban műtöttek, na és akkor abból lett kórház, térdműtét, térdkalács áthelyezés, jó pár varrat tartjam, nem a gyári helyén van teljesen, tehát, és nem is adták vissza a teljes mozgástartományát sajnos, tehát a terepi munkának egy időre befelegzett, közben párhuzamosan zajlott a valódi történelem, vagyis a régészet aranykora az véget ért. Tehát, hogy jött az átszervezés, leépítés, a vidéki központok embereit az elküldték, én is a vidéki központok központban voltam, már akkor az egyikben, és mire megtanultam járni olyan 9 hónap alatt újból, addigra nem volt hova visszamenni. És akkor hát üldögéltem így csendes magányomba, azután kaptam egy, tehát akkor próbáltam visszatérni az alaptevékenységemhez, pedig megint a rajzolós, de csak itt már kicsit nehezebben ment, mert ugye a szakmához már lazábban kapcsolódtam. Akkor Bészabó Jánossal fölvettem a kapcsolatot még valami apróság miatt, még szakdolgozat ügyébe fölhívtam. Ezt a mai napig tartjuk a kapcsolatot egyébként, és ő ajánlott fel egy lehetőséget az akkor a magyar-bizánci harcok a 11-12. Században. Kis alakú fekete könyv a Korvinánál jelent meg, és abba készítettem rajzokat
szintén nem sikerült túl jól, de valamit visszaadott így az önbizalmamból is, hogy lám, még jó vagyok valamire. És utána kisebb kihagyások után jött az őstörténet sorozat, kezdődött, már előtte szóltak, hogy lesz ilyen. Petke Zsoltot ismertem egy visegrádi ásatásról, és ő szólt, hogy készül egy ilyen, még pontosan nem tudják, hogy mit szeretnének csinálni, de valami képes dolog, és hogy ebbe rajzoljak. Itt ugye a Magyar Őstörténeti Témacsoport 6 kötetes sorozatáról van szó, ami letölthető a netről is, meg sokat hagyőr körökben is szerintem előfordult elég sokat ez a sorozat. És innentől úgy gondoltam, hogy hát megpróbálom ezt a vonalat, és hát rajta maradtam. És igazából, tehát most mondhatjuk azt, hogy te már főállásban illusztrátor vagy? Tehát ez a főállásod? Nem egyszerű ügy. Tehát azt látjátok, hogy Magyarországon ez egy működőképes dolog, mondjuk a Paziriknek. Hát, hogy ők egy jól menő cég, nem tudom hányan, 20-valahányan vannak, a felük illusztrátor, 3D grafikus, tehát ők, nekik ez a vonal nagyon jól megy, de ők ezt számítógéppel csinálják. Igen. Én viszont ezt őskori módon kézzel készítem papírra a rajzaimat, és én a könyvillusztrálást céloztam meg, ez se könnyíti a helyzetemet, de azt lehet mondani, hogy jobb években meg lehet. Tehát amikor a jobb projektek jönnek egymás után sűrűn, akkor komolyan lehet venni teljesen. Az egyetlen baki vagy buktató az, hogyha ez nem folyamatos. Tehát nem lehet kiszámolni, mikor vannak kihagyások, és azért úgy mostani kavarodásoknak köszönhetően azért befigyelnek kihagyások. Egyébként, ha tényleg jó fonalat kap el az ember többet egymás után, ezért tudtam idáig kihúzni, bár nehéz előre látni vele. Úgyhogy... És mi az, amin most dolgozol? Most két projekten dolgozok párhuzamba, és ez azt jelenti, hogy novemberig még egy szalmaszálat se tudnék pluszba lerajzolni. Na jó, az túlzás volt. Ha olyan kérés érkezne, hogy a régi rajzaimmal, vagy azok minimálisabb átdolgozásával, vagy kisebb munkával azt még bevállalnám, de ezt a kettőt ezt végigviszem, ezt tavaly kezdődött el az egyik régészeti kiállítás, a varok. Uh-huh. A varokról, és a másik pedig a... Nem akarom elkiabálni, de remélem, hogy a hadtörténeti vonalon is beindul valami. Ennek az első jelein dolgozunk most. Ez most éppen Mohácssal kapcsolatos. Valami alatt, ennek egy csillagot, egy képes kiadványt gondolok, ami nálunk egy, mármint ez, nálunk ez alatt kell érteni a magyarországi könyvkiadást, egy kicsit ilyen mellékesen kezelt, vagy inkább hiányzó téma volt. Mármint a képes ismeretterjesztő vonal történelmi témákban, amire én így ráálltam, és rajta is maradtam. És melyik volt az a munkád, amire mondjuk azt mondom, legbüszkébb vagy? Melyik az, amire azt mondod, hogy na ez olyan helyre került, meg ez úgy sikerült, hogy... Projektre vagy képre? Igazából is. Projektek közül, amiket a leg... úgy érzem, hogy érdemes volt vele dolgozni, az egyrészt az őstöri sorozat. Annak ellenére, hogy ez volt még az indulás, és mikor elértünk a 6. kötetig, akkor mindannyian úgy éreztük, legalábbis akikkel beszéltem, hogy szinte kanyarodhatnánk vissza az elejére, és kezdhetnénk előről, mert addigra már annyi minden történt, és ti is láttátok, hogy mennyi mindent beindított a sorozat, illetve az azon való agyalás hagyőr körökben, hogy ez így jó, ez így nem jó, egyébként zárójel. Az, hogy ezek a rajzok tulajdonképpen mire jók. Azt nekem a legfrappásabban egy néprajzos múzeum igazgató mondta, amikor másodévesen még akadékoskodtam, hogy hát nem tudom, hogy mennyire jók a rajzaim, meg stb. Azt mondta, hogy ezeknek a rajzoknak egyetlen feladatuk van. Valaki megálljon előttük, elgondolkozzon rajta, és megnézze, hogy igen, ez ilyen lehetett, ezért, meg ezért, vagy ez ilyen biztosan nem lehetett, ezért, meg ezért. Ennyi, semmi több. És én ezt tartom azelőtt is, hogy én ezekből a rajzokból tisztában vagyok, hogy soha nem lesz nagy doktori, még kicsi sem. De arra mindenképpen alkalmas, hogy felkeltse az emberek figyelmét, és gondolkozzanak, hogy hiteles-e, lehetett-e ilyen. Persze rengeteg dolog van, amit nem találok el,
erről is beszélhetünk, hogy ezek hogy működnek, de én ezt tekintem annak, amit ezekkel a rajzokkal el lehet érni, és ez nem kis dolog. És melyik az a rajz konkrétan, amin szerinted a legjobb? Rajzok, most projektről beszéltünk, és melyik lenne a rajz, hogyha egyet kéne választani? Ami legtöbbet forgott, bár annyira nem tartom, több rajzokból már több van. És érdekes módon nem mindig azok a jók, amiről én magam úgy gondolom, hogy jó. Hát vannak olyanok, amit a közönség rendkívül jól fogad, és én nézem, és fogom a fejem, hogy nem látjátok, hogy ezt meg elrontottam rajta, rossz az anatómia, rossz az árnyékolás, ruha nem így gyűrödik, ló nem így lép, gyilveszők nem így fogják, mit tudom én. Én jó, teljesen más szemmel nézem a saját rajzaimat, mint a közönség. Most a honfoglaló, ha már az őstöri sorozat volt, onnan állandóan bebukkanítottam ott sajtóba, a honlapokon, az ilyen kékruhás honfoglaló lovas, amelyik így félig a néző felé nyilaz. Ez még így a László Gyula féle honfoglaló egyenruha hatásai alapján készült, amit úgy félig meddig sikerült módosítanunk. Ez akkor úgy éreztem, hogy nagyon jól sikerült, most már azért úgy sok dolgot másként rajzolnék rajta, de valami miatt a közönségnek ez a kép bejön. Azon kívül a projektek közül még, ami a Székely Határőremlék Központba készült. Ez szép víz. Hát ez egy laza 750 kilométerre van innen, ahol most vagyok, kelet felé. Tehát ha belegondolunk, hogy az nem kis távolság. Ott a történelmi Magyarország keleti múlva és Erdély keleti határától 20-valány kilométerre visszafelé. Ott építettek egy Székely Határőr Emlékközpontot, Magyar Múzeumi Segédlettel, és oda kellett illusztrációkat készítenem. És azok közül van jó pár olyan, amit úgy tartok, hogy ez tényleg jól sikerült. És hát talán a Facebook oldalamról, bár így képeket mutatás nélkül említeni, talán a Végvári Huszáról készült rajz, az pár hónappal ezelőtt. Uh-huh. 16. századi Végvári Huszár, az még úgy tartom, hogy jól sikerült, de több ilyen van, amit végigpörgetném a 300 valány képet, meg azt az 500 valány vázlatot, ami még van, akkor biztos, hogy találnék. Ugye itt azért nem csak egy katonáról beszélünk, vagy egy alakról beszélünk, hanem magáról egy jelenetről is azért, amit ugye el kell kapni, amit ugye szeretnél te megjeleníteni. Ugye itt főleg, vagy hát nem lenne igaz az, hogyha csak azt mondanám, hogy főleg harcos jelenetek, mert nem csak harcos jelenetek, gepidákról is egy csomó olyan van, ami például pákász, meg egyéb, ami teljesen hétköznapi életjeleneteket mutat be. De hogy születik ez meg a fejedben, hogy mit szeretnél éppen megjeleníteni, illetve hogy hogyan indulsz ki, és mi az, ami visz téged, hogy akkor most én ez egy olyan huszárt fogok megjeleníteni, aki ül a lovon, egyik kezébe szabja, a másikba a pajzs, közben a lovat itt láthatóan egy kicsit meghúzza maga felé. Tehát, hogy mi az, ami ez rendítja, és hogy alakul ki ez az egész a fejedben, hogyan rajzolod ezt? Ugye ezek rendelésre készülnek általában, amennyiben, tehát rengeteg olyan van, amit magamtól, például a huszárt is magamtól rajzoltam. Ha rendelésre készül a kép, akkor ott természetesen, amelyik szerző, vagy kiadó, vagy kiállítóhely kéri, ott azt be kell tartani. Most ez változó részletességű kérések szoktak lenni. Hát, hogy maga az alap, az hogy készül, ennek van én egy meglehetősen vizuális típus vagyok, képekbe gondolkozok. Tehát ha írott szöveget olvasok, mondjuk azokat a elképesztően idézőjelben unalmas történelmi forrásokat, krónikákat, antik szerzőket, bármit, csataleírásokat, bármilyen jelenetet, az nálam úgy fut belül, mint egy film lefejbe, annyiba különbözök, szerintem sokan vagyunk így, ha mondjuk beugrik, azt mondjuk az embereknek, hogy Szent László arca, Kunnal, mindenkinek beugrik valami, uh-huh. Legalábbis a vizuális típusoknak. Igen. Nekem is beugrik valami, csak lehet, hogy az a kép egy picit élesebb és picit részletgazdagabb, mint más embereknél, gondolom én. Nem tudom, ők hogy látják. És egy ilyen rajznál... A bent levő, tehát ami jelenet, ami eszembe jut, hát azt próbálom átvinni papírra, ami viszont nehezíti a dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy fotografikus memóriám lenne, sajnos nincs, legalábbis olyan szintű nincs.
Ami buktatója a dolognak, hogy nem volt művészeti képzésem. Tehát folyamatosan menet közben fejlődtem, egyik kép a másik után, egyik rajz a másik után. Közben persze néztem anatómiát könyvekből, interneten ilyen grafikusoknak voltak ilyen különösöknek készített képzései, tehát ilyen ilyesfajta aránymérési, szerkesztési módok. Ezek azért fontosak, mert a rajznak van egyrészt egy tudatos, egy nagyon tudatos és egy nem tudatos része. A nem tudatos az egy úgymond örökölt szint, kézügyesség, bármi. Tehát van, amikor tényleg így megrajzolok egy mozdulatot, lovat, bármit, szaladókutyát, bármi, és akkor másnak csak nézem, hogy ezt hogy csináltam. Vannak ilyenek is. De van, amikor már, hát ugye folyamatosan csinálni kell, főleg a határidő miatt, vannak olyan részek is, akár egyetlen rajzon belül is keveredik a két dolog, amit szó szerint ki kell szerkeszteni néha. Tehát akár még egy embert is. Tehát vannak bizonyos aránymérési módok, hogy a fej hosszúságának mennyi az ember testmagassága, ezek törvényszerűségek, hogyan gyűrődnek bizonyos ruhák, hogyan tükröződik a fény egy adott páncélon, sisakon, bármilyen. Tehát ezek millió egy apróság, amit néha nagyon tudatos és nagyon szívós munkával kell beletenni a képbe. Hát sok ember azt hiszi, hogy egy grafikus, ilyenek is vannak, sőt, ahogy mondtam, a munkának van egy ilyen nem tudatos része is. Úgy működik, mint egy polaroid fényképezőgép, hogy mondanak valamit, és egyből tolja a képet. Sok esetben ez inkább szerkesztés. És te minden ilyen egyes alkalomnál, amikor mondjuk teszem azt, rendelnek tőled egy képet, te végzel ehhez egy kutatómunkát, akár olvas, akkor te végzel mindig olvasmány szinten ez egy kutatómunkát. Mindig próbálok, van amikor, mint most például a régészetes kérésnél, a régészeti kiállításnál, ott megküldik a tárgyakat. Tehát a melléktett méretarányokkal, a sírrajzokat, hát meg a helyszíni megfigyeléseket, akkor fel kell venni az ásatórégésszel a kapcsolatot, ő is elmondja, hogy mert ásatás során rengeteg olyan dolgot is megfigyel az ember, amit talán még a naplóban sem nagyon ír le. A sírrajzon meg végképp nincs benne, tehát hogy mik a benyomásai, mert ez is rendkívül fontos. Ezért is volt jó a régészet szak, hogy elvégeztem, tehát egy rengeteg dolgot másként látok így, meg rengeteg tulajdonképpen mindent, ami ezzel kapcsolatos. És hát ilyenkor ez szerint kell dolgozni. Ugye azok az elemek, amikből összerakod a képedet, ugye ebben egyrészt van egy művészeti vonal, hogy az egész összeálljon, az elemek összeálljanak, hogyan fodrozódjon. Vannak ugye maguk a régészeti anyagoknak az egyfajta rekonstrukciói, és azt szeretném ebből kihozni, hogy például szoktál-e olyanokat, hogy megnézel mondjuk hagyományőrzőket, hagyományozó képeit, akik adott korszakkal foglalkoznak, és többé-kevésbé hitelesnek mondhatók, és mondjuk onnan emelsz át dolgokat. Na most van ilyen, ez most egy meglehetősen divatos irányzata az ilyen történelmi illusztrációknál, külföldieknél. Tulajdonképpen most az egyik szélsőséget mondom erre. Tulajdonképpen ez a fajta kép az már más hagyományőrzői fotók, Photoshoppal kicsit átpingálva. Tehát ezek jelentik az illusztrációt. Na most ilyet én biztos, hogy nem fogok csinálni. Hagyőr fotókat láttam, tehát régóta, még ugye a Milícia Fórum óta kerültem így kapcsolatba hagyományőrzőkkel, tehát figyelgettem a dolgaikat, de annyira, tehát nem, meg főleg Sudár Balázsék, meg honfoglaló íjászat, tehát a kísérleti régészeti vonal az, ami nekem igazából nagyon tanulságos és érdemes figyelni, és célirányosan szoktam kérdezni olyan témákban, amiben végképp elakadok. Tehát ilyen az íjászat és a ló körüli dolgok. Tehát ilyen középkori zablatípusok, meg nem tudom mi volt, tehát ilyesfajtákkal szoktam Szőlősi Gábort időnként így bombázni, és volt a kérésekkel, meg Sudár Balást íjászattal. És hagyőr fotókat természetesen nézem, de igazából az, hogy én egy-egybe lerajzoljak egy akármilyen jól beöltözött hagyőrt, ezt igazából nem is nagyon próbáltam.
Én a saját kutatásaim alapján rakok néha össze olyan témákat, amik, tehát én inkább úgy mondanám, hogy ilyen párhuzamos univerzum a kettő. Tehát én el vagyok az írott forrásaimmal, a rengeteg összegyűjtött középkori kódexképpel, leletekkel, de azért figyelem a hagyőrök munkáját is, de viszont nem akarok abba a csapdába beleesni, amiben sok újabb illusztrátor, hogy tulajdonképpen csak hagyőrfotókat tesznek bele kicsit átfestve. De figyelem, és hát mondjuk az a rész, ahol én már tanulságokat találok, és érdekes, az már egy elég emelt szint. Tehát, hogy úgy, hogy mondjam, keresem a specialitásokat. Én szerintem értem. Hát korlátok vannak. Én arra tréningoztam magam, még így a kezdetektől is, azok a nyugati illusztrátorok, akiket úgy tekintek, hogy na, ők tényleg valakik, és nagyot alkottak a műfajban, hogy képes legyek magamtól jeleneteket és alakokat felépíteni nulláról. Hát, hogy ne támaszkodjak. Kik a legnagyobbak ebbe a szakmában? Kik a legnagyobb nevek a történelmi illusztrátorok? Most szerintem az angol Graham Turner, aki a Aspirinak is dolgozott, és a Rózsák háborújáról adott ki egy albumot, tényleg egy pár hete, aki viszont az abszolút csúcs volt, és tényleg a zseni volt, az Angus McBride. Az Aspirinak a... Pont ezt akartam kérdezni. Felmúlhatatlan, amit művelt. Tehát akkor te az Osprey-t abszolút egy ilyen magasan kvalifikált valaminek értékeled. Tehát a képeit. A szövegek azért olyanok, hogy ott a képeket, azt változó, ellenőrizni kell. Ez a képes bemutatási forma, ezt mindig is olyannak tartottam, hogy ezzel itt nálunk is lehetne valamit talán kezdeni, legalábbis a történelmünk elég gazdag hozzá, és ez alatt mondjuk nem csak a honfoglalást, hanem mondjuk a Kárpát-medence történelmét, tehát a korábbi népek történelmét is értem, már csak a régészet szak miatt is, hogy bizony lenne mit megmutatnunk, csak ez a vonal úgy nem nagyon fejlődött ki itthon. Már mondjuk a magyar könyvpiac egy hajszállal kisebb is, mint az angol. Nem sokkal, csak egy hajszállal. Úgy. Tehát a 2000 példányban elfogy itthon egy történelmi témájú könyv, az már könyvsikernek számít. Honfoglaló sorozat sokkal több példányban ment el egyébként. És mit gondolsz mondjuk Oleg Fyodorovnak a munkásságáról? Az oroszok, na ők egy külön univerzum. De hogy konkrétan Oleg Fyodorovról. Igen, ez az abszolút felső fok. Hát én még messze nem tartok itt. Ez 30 évvel ezelőtt rajzolta. Igen, de hát ez... Egy sorozatot. 9. századi. Ez egy másik művésznek a munkája. Ez is Fedorov. Csak rossz a szám. Visszavárjál, menjünk vissza az előző képhez, bocsánat. Csak kíváncsi vagyok a véleményedre, Zoli, hogy szerinted mi ebben, ami annyira jó? Tehát a te szempontodból mi az, amit ő itt olyan nagyon jól elkapott? Tényleg érdekelne, mert ugye te, mint szakértő, hozzáértő, te erről többet el tudsz mondani. Mi mint hagyőrök, ugye látjuk, ha jó a ruha, ha jól néz ki az íj, hogyha mondjuk jól fogja meg, hogy anatómiailag rendben van, akkor mi azt mondjuk, hogy ez jó. De főleg a ruhát nézi nálunk mindenki szerintem. Neked mi az a szempont, ami szerint ez egy nagyon jó lehetőség? Az, hogy ezt nagyon nehéz megcsinálni, de kézzel készült, gondolom, főleg a 30 évvel ezelőtt készülhetett festmény. Azt is sejtem, hogy milyen eszközökkel készülhetett, és nagyon-nagyon nehéz ennyire realisztikusan, főleg az árnyékok és a gyűrődés. De ez már ilyen grafikai apróságok, tehát amik végül is egyébként vissza tudnak ütni, hogyha az ember nem figyel rájuk. Hát az összképhez rengeteget tudnak hozzátenni és elvenni belőle, tehát ezek az olyan apróságok, amit egy életen át lehet tanulni, meg gyakorolni, és még mindig nem biztos, hogy az ember elég jónak tartja magát benne. De ez tényleg nagyon jó. Egyébként ez a kép, ez egy nagy klasszikussá vált, olyan szinten, hogy rengetegen másolták ezt a képet, tehát hagyományőrző körökben is. Csak az a hibája, hogy pont itt csinált egy nagyon nagy hibát Oleg, mert ugye ez egy most sem olyan balkai kaftánnak a rekonstrukciója lenne a figurán, és ugye ennek a kaftánnak az alja le van szakadva. És
ugye amikor installálták, akkor ott vászonnal pótoltak ki egy részt. Igen, és a pótoltat. És a pótoltat is, ugye, tehát ez egy teljes sejemkaftán volt, és ez a vásznos szoknya rész, ez csak egy pótlás benne, egy hipotetikus dolog, ami így félrevitte a dolgot. Viszont mivel a hagyományozók nagy többsége nem kutat, meg nem néz utána a dolgoknak, csak egymást másolják, vagy ilyen nagy jelentőségű rekonstrukciós rajzokat, mint például ez, ezért ezt így azóta mindenki benézi. De ezt nem azért mondtam egyébként, hogy lehúzom az illusztrátorokat, mert iszonyatosan jó a munkája, és iszonyatosan sok olyan részlet van benne, ami minden mai napig zseniális. Egyébként azt elárulom, hogy ezt még lemásolni is nehéz lenne. Jó, lehet, hogy aki ilyen humán másológép, az lehet, hogy meg tudná csinálni gond nélkül, én annyira nem vagyok az. Tehát ez nem az van, hogy kitesznek elém egy képet és másol, de ez így nekem nem működne. De egyébként azok a megoldások, legalábbis az én eszközeimmel nem biztos, hogy működnének teljesen. Jó, közben akkor szerintem, hogyha elkezdtünk képeket nézegetni, akkor csúszunk rá a te képeidre. Boldog Zoltán egy rendkívül korai munkám. Hát ezt a feliratot a nagymamám készítette rá datáló értékkel, és török-magyar harcot ábrázolna a gyulai vár előtt. Hát mondjuk a vár bástyáit az kicsit elszámoltam, kettő lett nekik, a valóságban egy van. Most. De egyébként így felfedezhető, hogy némely töröknek ilyen így van a kezébe, a lovon zabla van, turbán van a fején. Egyébként olvasni persze még nem tudtam, de a könyvek, az ifjúsági regényeknek a képei, hát a Robin Hood, meg a Kénizsipál, ezeknek akkor még nem tudtak rendes regény illusztrációkat készíteni, régi kiadású könyvekbe, és ezeket nézegettem, és némelyiket először a könyvbe firkáltam össze, azután megpróbáltam lemásolni, és ez így, hát tulajdonképpen most is ezt csinálom, csak kicsit nagyobb mértékben. Úgyhogy ez az első olyan kép, amit így föl tudtam kutatni. Nem sokat változtam, csak kicsit nagyobb lettem. Zseniális. Na nézzük a következőt. Próbáltam így nagyjából logizálni. Na igen, ez fotó alapján készült, mert a régészet alapozó képzés után a belső felvételihez be kellett nyújtanunk egy kötegrajzot is, minden meghatározott korszakhoz való leletekkel. És én ilyen rajzokkal nyitottam. Hát ezzel kezdtem, ilyenekkel kezdtem a szakot, ez színes ceruzával készült. Mondjuk az illesztése a szarvas két felének az változó, nagyon nehéz két olyan fotót találni, ahol egyformán állnának a felek, ugye, mert a szarvas ketté törték a találói. És a középső darab elveszett, és azóta se tudják pontosan összeilleszteni. No mindegy, szóval ez is egy nagyon-nagyon korai munkám, ez még 2000 körül lehetett, nem is tudom. Ez régi a Herlonos Múzeumban lévő Skeeta csodaszarvas, ugye? Igen, igen. A zöldtanúpusztai aranyszarvas. Meglehetősen nagy. Igen. Jó. Na ez az, amit úgy nevezünk, hogy régészeti tábla rajz, tehát ez egy avar kulacs, kerámia kulacs. Ez nem az egyetem alatt készült, hanem utána. Ez hát majdnem egy hétig tartott lerajzolni, ugye egy az egyben kell, pauszra, tehát először milliméter papírra méretarányos vázlatot pauszra tenni, és akkor minden apróságot pontozással árnyékolni. Akkor vannak különféle eszközök, amivel lehet a kerámia vastagságát mérni, anélkül, hogy összetörnéd, ha ügyes vagy. De a fal vastagságot, és akkor azt jelölni metszetbe. Ezt persze több nézetből kellett lerajzoljam, meg a hozzátartozó több tucatnyi mást is lerajzoltuk akkor, ketten csináltuk ezt. A partemetőnek az anyagát, kerámia anyagát. Jó kis munka volt, szóval. És hogy lehet egy olyan belső falvastagságot lemérni, amihez nem férsz hozzá? Ez egy ilyen kis szab... Megmértük kívülről a magasságát, és utána a tolómérő belsejébe van tehát egy fémpálca. A Schublerben van egy fémpálca, és azt még leengedtük a kulacsnak a
száján, és a kettő különbségéből jött ki egy fal vastagság. Aha, oké. De Jó. vannak a profil rajzolásához, azt lehet, hogy láttátok már múzeumban, ilyen fésűszerű, többfogú szerkezet, ami felveszi az edénynek az alakját, hogyha hozzáilleszted és Oké, utána rögzítetted. Van, meg mindenféle ilyen perem kiszerkesztési technikák vannak, tehát ilyenből nagyon-nagyon sokat készítettem annó. ilyen profilfésűvel vettük le a nemesiseknek az ívét a rekonstrukcióhoz. Jó. Na, ez egy olyan, ez két, azt hiszem 2002-ben vagy 2003-ban készülhetett. Ez az régészet szakon belül az első olyan rajzom, ezt teljesen, hát magamtól csináltam, mert nem kért meg rá senki, de első évben rögtön avar anyagismerettel indítottunk, és hát én a tárgyi anyagismeret után még olvasgattam ezt azt bizánci avar háborúkról, keresgéltem bizánci katonákról képeket, már korábbi nagyon nehéz dolgom volt 6. században, nem olyan könnyű összerakni őket egyébként, tehát vannak ilyen vakfoltok azért bizonyos Ez így népek van. bizonyos periódusaiban, ahonnan nagyon nehéz háttéranyagot szerezni, és hát a kettőből összeraktam valamit. Tehát az avar lovas, a jobb oldali, a fekete lovon ülő, az a főleg a szegvás sápoldali, akkor tipikusnak tartott korai avar írtárgyaliból készült, ahogy egy másodéves hallgató látja. Másodévesek nagyon veszélyesek, mert meg vannak győződve arról, hogy már mindent tudnak. Úgyhogy hát én meg összeraktam, ugye a sisak nem ott volt, tehát az másik, tehát azért kiegészítő kutatásokat kellett, hogy végezzek ahhoz, hogy meglegyen a felszerelés, olyan lett, amilyen lett. Ugye meg kellett néznem a falfestményeket, a közép-ázsiai falfestményeket, amikről egyébként azóta se szoktam le. Hát rengeteg információ van, rendkívül gazdag, bár akkor sokkal-sokkal nehezebb volt háttéranyagot felkutatni, mint ma ugye az internet. Te egy kattintással megszerzel szinte bármilyen kötetet, nagy felbontásban látod a keleti leleteket, varrásnyomokig lemenően. Akkoriban meg hát úgy nézett ki, hogy az egész szegedi könyvtárban, mit tudom én, volt három darab Oszpri, azt is eldugták az oktatók a saját irodáikba, és a Moscsevaj Balkáról, arról majd a későbbi kép kapcsán beszélünk, ha oda jutunk, hogy egyáltalán nem volt, nem is tudtunk róla. Tehát a Régészeti Intézetben volt egy német nyelvű kiállítási katalógus, és azt külön nekem behozták, hogy abból fénymásoljak, fekete-fehérbe, és külön macera után két oldalt színesbe. Akkoriban így nézett ki az infógyűjtés. És ha az ember egy színes ruhát vagy ruhamintát akart volna rátenni, hát bizony nem volt könnyű dolga. Egyébként ez a rajz színes ceruzával készült. Ha. Valamelyik kezdeti tanásatás, Hajdúságban voltak tanásatársaink, utána hazamentem, és akkor így gondoltam egyet, és rajzoltam egy ilyesmit. Úgyhogy ez is egy ilyen korai zsenge, úgymond. Egyébként a mozgás vázlata az egy előadás alatt, mikor már többször hallottam ugyanazt a témát, egy ilyen kis lapszéli vázlatból indult, akkor a helyén, mint egy gyufás doboz. Valami miatt kitaláltam ezt a lónak ezt a mozdulatát, hogy megáll egy lábon ilyenkor, ütközéskor, gondoltam én. A másik pedig megvillen, és golyós tollal csináltam ilyen mozgásvázlatot a füzetbe, csak így fejből. És akkor utána ezt átvittem papírra. Nálam így működnek a dolgok, mivel művészeti anatómiát nem tanultam, eszembe jutnak bizonyos jelenetek, utána néztem magamtól bizonyos dolgoknak, és hát a kettőből általában lesz valami. Mit gondolsz most, hogy ez amúgy mennyire jó így maga a jelenet összességében? Sok mindent tudnék javítani rajta. Nagyon-nagyon sok mindent, tehát fővonalakban lehet, hogy megtartanám, de rengeteg mindent alakítanék. De egyébként nincs olyan rajzom, amin utólag még ne tudnék bármit javítani. Akár még a pár hete föltetten is, tehát ez egy ilyen végtelen történet. Nézzük a következőt. No igen, ez az első olyan hivatalos rekonstrukciós rajzom, amit régészeti kiadványban készítettem még akkor hallgatóként, nem sokkal a avar csatajelnök. Az volt a avar csatajelnök volt a beugróm ehhez. Ugyanis ez a Szentes Derekegyház 6. sír, azt hiszem, Türk Attiláék jobban tudják, ugyanis ők találták, Türk Attila, Langó Péter, még akkor ifjú
régészként ott a Langó Péter Pestről jött le, Türk Attila pedig a Szegedi Múzeum ifjú régészeként. Móra Ferenc régi ásatásainak az egyik telesítő ásatásain került, hitelesítő ásatásán került elő, ugyanis a Mórának a régi ásatási helyszíneit keresték Türk Attiláék, mert ugye Móra nem használ GPS-t, annyit írt le néha, hogy a körtefe alatt megebédeltem, és akkor ebből talált ki, hogy hol volt a honfoglaló temető, amit ő ezelőtt 80 évvel ásott. És ezeket a helyszíneket kutatták fel Attiláék, és az egyik Mórának az egyik régi ásatási helyszínén a Móráék annó ott felejtették ezt a honfoglaló csajt, úgyhogy a lábait elvitte egy kutatóárok, de a lány a korongpárral, a hat kaftánverettel és az egyéb veretekkel fülbevalóval, illetve halántékékszerrel, meg ezüstlánccal az ott maradt. Attiláék megtalálták, hát ugye nagy szenzáció, és én pedig úgy gondoltam, hogy megpróbálom lerajzolni nekik. És akkor besétáltam, onnan se küldtek el, tehát nem tudtam különösebben rajzolni, amit látható, tehát nem, lelkesedésem az volt, úgy éreztem, meg tudom csinálni, valami lett belőle, de most egyébként már azért lehet ezt a képet kevés helyen megtalálni, mert rengeteg dolgot átértékeltek. Azóta tehát, ami itt fülbevalóként szerepel, az halántékékszer, az ezüstlánc az nem ott van, tehát... Az ezüstlánc az itt ment a hát... Rajta feküdt. Igen. Rajta feküdt, de amikor ezen módosítottam, tehát hogy az ezüstláncot előre vettem. Most a Facebook oldalon van egy rajz, ami részben ennek az anyaga alapján készült, és a lánc az végül is így a halántékékszert kötni össze elő. Két halántékékszert a mostani állás szerint. Tehát, hogy nem innen indul, nem hátul volt. Mind a fülbe való tájékáról indulna, hanem gyakorlatilag innen indul. Halántéktól halántékig. Aha. Uh-huh. Tehát a pártához. Lehet. Igen, ahhoz tartozik, tehát ez az ottani, annak a tartozéka a mostani állás szerint. Tehát se arcot nem tudtam rajzolni, se kiszerkeszteni, mert emberi arcot is ki lehet szerkeszteni, annak is vannak szabályai. Tehát itt a ruha, na itt ehhez hozták le nekem a balkai katalógust, hogy ruhamintát vadásszak belőle. És akkor úgy készült el ez. Ez az, amit úgy azonokon a nem túl jó minőségű képeken ki tudtam nézni a saját mintából. Tehát nagyon-nagyon más volt az akkori helyzet ilyen téren, hogy készüljön fel az ember egy ilyen rajz hátterére. Jól van. Rakom a következőt. Ez már néhány éve készült, ebben annyi az érdekesség, hogy ez vízfestékkel készült. A római örn a szád a Dunán, a balparti erőd van szemben a Dunakeszi erődnek, ez a mostanában rekonstruált formája. És ugye ez a hajó az, aminek a hagyőrök által, vagy esetben a Manci Múzeum által megépített és hagyőrök által működtetett változatát, azt gondolom láttátok a hírekben, hogy időnként a németek lecsónakáznak vele a Dunán. Igen. Most nem tudom, hogy jártak itt legalábbis. Ebben az érdekes, hogy vízfestékkel készült, ami ilyen részletgazdag rajzok azért rémálom, de azért csak megcsináltam. Mert ott a színre színt fölvenni az nagyon-nagyon nehéz. Na, ez a Székely Határőr Emlékközponthoz készült, a Székely Ispánok tablójához, ott lehet megnézni. Azért tettem bele, mert sajtófotókon is szerepel. Ez egy német síremlék. Otto von Hohenemünde, de azt hiszem, nem tudom pontosan, az a síremlék domborműve alapján készült, és a Magyar Lackfi család címerével és sisak díszével, ami pecsétnyomó alapján készült, továbbá a karaszkói falfestményről származó bárdal, de a többi az a német lovagnak a felszerelését követi. Egyébként ez is vízfestékkel készült, meg is szenvedtem vele rendesen. Úgyhogy jó kis babra munka volt. Igen, azért ezen maga a síremléknek a vonalai azért azok elég jól érezhetők tényleg. Tehát ez a... Még akinek néha a egyébként az érzésem meg, hogy én mennyire más szemmel nézem a saját rajzaimat, mint egyebek, hogy amit biztosan változtatnék rajta, hogy testesebbre venném, továbbá a lábszárát is vastagabbra venném, mert ugye ha páncért föltesz az ember a lábára, akkor vastagabbnak tűnik valamivel. Uh-huh. Itt nagyon a 14. századi ábrázolásoknak az arányait vettem le, nem tudom miért, pedig azok nem teljesen korrektek. Továbbá a melkas, tehát a páncéllal a felső, a törzsét is vastagabbra venném.
Tehát ott azért pár órányi helyet mindig hagyni kell. De nem csak az ábrázolások ilyenek a korszakban, hanem amúgy a sír emlékek is, Igen. ugye, Igen, mindenki ilyen nagyon vékony vékony, igen. alakokat rajzolt. Most nem tudom, hogy ez mennyire helytálló, de sokat nézi az ember, akkor fennáll a veszélye, hogy ő is úgy marad, és ilyeneket fog rajzolni. Úgyhogy egyébként, amikor az ember megtervez egy figurát, akkor ezt is figyelni kell, mint amit én elmondtam, mert ugye megtervezem valahogy az alakot, ráteszem a ruhát, gambezont, páncélt, ennek a vastagságát is figyelembe kell venni. Tehát egy ilyen kétdimenziós kirakós játék kezdődik, amit ti 3D-ben nyomtok, az nálam a papírlapon zajlik le. És hát hiába tűnik egy ilyen készség dolognak, vagy művészkedésnek, ezért mondtam, hogy néha sokszor jobban hasonlít a műszaki rajzra, mint az ilyen művészi csapongásra. Nekem ez volt az első, tehát én legelőször a háborúban Bizánccal kötetben találkoztam az illusztrációt, de mondtad is, hogy az volt az első, és utána a műtkötetekben. Egyébként mind a kettőben jónak tartottam őket, persze nem hibátlannak, de amikor láttam ennek a kiállításnak a képeit, tehát a Széki Határőr kiállításnak a múzeumnak a képeit, akkor éreztem azt, hogy jó, persze ott egyéb más installációk is nagyon erősen sikerültek, de a terajzés alapján volt egy ilyen olyan érzésem, hogy na, ez már úgy profi. Ez már úgy profi. Tehát addig is rendben voltak a dolgok, de nekem itt volt valahol az érzésem. De egyébként van egy... Rendben van. Volt egy érzékelhető váltás nekem akkor. Tehát amikor úgy éreztem, hogy átfordul a korábbi, vagy valamelyes termőre fordul a korábbi erőlködésem. Mert az őstöri sorozatot azt végig bukdácsoltam, vagy végig rajzoltam úgy, hogy nem éreztem úgy, hogy emelkedne a szint különösebben. De amikor váltottam és elkezdtem úgy más eszközöket használni jobban, odafigyelni, jobban utána nézni, egy idő után azért lett hatása. Ez lassú folyamat. Tehát itt, ha nincs az ember helyett egy számítógép, hogy megoldja a problémát, akkor ezt magának kell fölépítenie, és az nem is könnyű, nem is lassú. Nem is gyorsnak. Lássuk a következőt. No, ez egy vázlat. Így néz ki nálam egy ceruzás vázlat. Ez egy nagyobb képnek a részlete, csak így kivágtam külön. Lehet, hogy még az idén, ha lesz rá időm, idén elkészült talán az egész. Ez a kelet-timurida, illetve hát késői 15. századi keleti miniatúrák képei alapján készült ez is. Hát ez a technika, hogy hozzáfogja a pajzsot lövés közben, ez nagyon-nagyon ritka, de azért létezik. Én gondolkozok rajta, hogy a képen rajta legyen-e, így, de minden esetre érdekesnek találtam. Felbukkan a miniatúrákon. Ez rendben. Persze. Igen. És ilyenkor például ahhoz, hogy mondjuk az íj hogyan nézzen ki, hogy amikor ennyire kihúzza vagy megfeszíti, akkor milyen lesz az íve és a többi. Ez amikor felkeresed akár a Balást mondjuk, hogy akkor segíts már ebben. Szoktam bombázni ilyen furcsa kérésekkel, illetve még ami előtte történik, hogy rengeteg anyagot már, amihez én hozzáférek, azt végignézem a kódex illusztrációkat, és hát próbálom kiszűrni azokat, amik persze nem passzolnak oda. Úgyhogy... Hát persze az nagyon furcsa dolog, tehát azokat a régi ábrázolásokat átvinni mostani életszerű képekre. Rengeteg buktatója, meg mellékvonala van, amin el lehet tévedni. Jó. Nézzük a következő versenyző. Ez egy másik vázlat. Ez így néz ki nálam valójában egy vázlat így egybe. Ez egy honfoglaló, Tiszaeszlár vashalmi honfoglaló hajfonatkorong, hozzátartozó beretekkel, gyöngyfüzérrel, kagylópárral. Az arca kitalált, tehát az arcokkal azokkal úgy mindig nagy kaland megrajzolni, mert vagy eltalálom, vagy nem. Tehát ez is megint az, hogy nem volt semmiféle művészi képzésem. Így ez is egy olyan dolog, hogy idővel fejlődik. Itt ezzel a hajfonatkorong párral viszonylag egyszerű dolgom volt, mert ugye ez Dienes István
megfigyelte bőrmaradványokkal együtt, egyértelműen megvolt a szerkezete, így szerepelt a honfoglalókatalógusban is, remélem nem értékelik át még később, mert előfordul időnként. És hát végül is ez egy összerakható és elég látványos dolog. Mi az, amit... Úgyhogy így néznek ki nálam a vázlatok, sokkal-sokkal több vázlatom van, mint amennyi készszínes képem. Tehát legtöbbször ennél a fázisnál megállok. Mert nem mindig vagy más dolgom van, vagy más, teljesen más kell csinálni. Nem biztos, hogy én nekiállnék kiszínezni, akkor bárki jönne azzal, hogy ilyenre neki szüksége van, viszont máson kell dolgoznom, ami éppen az adott projekthez kell. Úgyhogy ilyen, vagy még ennél valamivel gyengébb szinten elkészült ceruzás vázlatokból áll a dolgaimnak a többsége. Egyébként néhány dossziéba belefér az egész, tehát 5-6 megtömött dosszié, és ennyi a gyűjtemény, úgymond. Hát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ül az éhező művész a padlásszobába körülött az eladatlan képek százalival. Nálam nincs ilyen, nincs padlásszoba, nincs éhezés, meg nem is vagyok művész. Meg 5-6 dosszié megtöltve, meg 2-3 A3-os méretű, ami ugye kétszer akkor mint egy A4-es, ilyen nagyobb vázlattartó, meg mellé téve mondjuk a felszerelésem egy marék színes ceruza, meg mostanában újabb van tempera is, de ez így egy közepes sportáskába elfér. Ezeknél a képeknél, amikor te megalkotsz egy ilyen képet, melyik részét élvezed a legjobban? Magát a tájrekonstrukciót, a ruharekonstrukciót, vagy akár az egész jelenetnek a rekonstrukcióját? Mi az, ami téged ezekben úgy megfog, amire azt mondod, hogy na, ezt most meg kell rajzolnom, ezt most én ezt meg akarom csinálni? Igazából a kutató munka is nagyon izgalmas tud lenni egyébként. Hát rengeteg zsákutcával és rengeteg olyan képen van, ami direkt azért maradt vázlatban, mert úgy éreztem, hogy puff, itt akkor most nincs hozzá info, vagy meg kell kérdezzek valakit, vagy tegyük félre, vagy olyan is van, hogy grafikailag úgy érzem, hogy ennél jobban tudnék, de most nem megy. Itt zárójelbe jegyzem meg, ez nem iklet vagy nem iklet kérdés valójában, ez nekem meggyőződésem, hogy nincs olyan, hogy iklet. Tehát vannak jó ötletek, amit a nagyon szívós munkával eredményé lehet formálni. A jó ötletek az, amikor beugrik az embernek valami mozdulat, vagy egy tárgyról támad egy ötlete, mint például mondtad ezt a gepit a halászt, ott a szigonyról. A szigony köré építettem fel az egész jelenetet. Mondjuk akkor éppen arra kiállításra dolgoztam, tehát viszonylag könnyebb dolgom volt. Hát ez, hogy nálam mi indítja be ezt, az mindig változó. Egyébként minden részének vannak izgalmas és olyan dolgai, amik ében tartják az embert, ezért is tudom mi végigvinni. Tehát maga a kutatás, maga a vázlatolás is az a kreatív meg lendületes szakasz. A kutatás hát az egy külön dolog, amit tudom, a hagyőröke része szereti megspórolni, de aki teheti és van kedve, az csinálja. De erőltetni ne erőltesse, mert akkor úgyis megette a fenn az egészet, ha erőltetni kell. De érdemes szerintem. A színezés is érdekes dolog, hát az egy szigorúan technikai dolog, de ott is fel kell építeni valamilyen szinten, mert le tud rombolni mindent, amit addig csináltál, hogyha rosszul végzed. Próbálom az egyes fázisokat úgy tartani, hogy egyiket se érezzem unalmasnak. Igen, na ebben az az érdekes, hogy ez a Covid alatt készült egy begyűrődött nyomtatópapírnak a hátuljára, és eredetiben ez körülbelül akkora lehet, mint egy boríték, kis boríték. Ez egy császári dragonyos a Kolini ütközetből, 1757-ből, osztrák császári dragonyos. Azon kevés ütközetek egyike volt, amit az osztrák oldalon járt meg Nagy Frigyes, személyesen Nagy Frigyessel szemben, ami nagy teljesítmény volt, mert ugye ő katonai zseni volt. De itt az osztrákok nyertek, és itt a nyerő csapatnak az egyik tagja látható, Delindra, hogy sok a jó eltem ki a nevüket, az ő rohamok fordította át a mérleget, ami az vezetett, hogy végül az osztrákok nyerjenek. Szóval ez a 7 éves háborúnak az egyik tonatípusa. Na ez csak azért van benne, mert a téma szerint ez a legkésőbbi korszak, amit érintettem, első világháború. Osztrák-Magyar Monarchia repülőgépeiről készítettem egy kisebb sorozatot, hát sorozat 4 darab képből állt, 4 külön típus. Ez Firstollal készült. Ez egy Phoenix C1-es kétüléses felderítő. Alatta pedig a táj, az jellemző, hogy mennyire ilyen kutatásmániás vagyok, azt se én találtam ki, hanem kerestem egy korabeli légi fotót, és így
alámásoltam az árokrendszert. Tehát, hogy wow. Nem mint a bázis számon kérné rajtam, de ez egy ilyen díli nálam, mint számos sok egyéb dologban is. Hát látható, hogy megfigyelő éppen fotóz, ez úgy nézett ki akkoriban, ugye szó szerint kihajol és fotóz. Egyébként úgy tudom, vagy úgy emlékszek, hogy a Monaria gépein a megfigyelő volt a főnök, tehát a pilóta csak sofőr volt. Ugye a megfigyelő volt a magasabb képzettség, meg ő volt a gép parancsnoka. Úgyhogy ilyenekből készült, hát ez egy ilyen kísérlet volt, nem kért meg rá senki, de tettem egy ilyen kitérőt. A legkorábbi korszak, amiről rajzot készítettem, az jégkorszak. Kiválászok voltak, úgyhogy... És melyik a kedvenc korszakod, hogy van-e egyáltalán ilyen, vagy inkább mindig az újdonság varázsra vonsz, hogy akkor ebben is tudok egy kicsit mutatni? Igazából minden korban van érdekesség, ha mondjuk első világháborúról kellene, ott azért sok dolognak kéne, hogy utána nézek, ott kevesebbet nyüzsögtem. A korai középkor az, amiben sokat tevékenykedtem, és ott azért... zárójelbe jegyzem meg most, hogy úgymond négy szem közt vagyunk, persze nem. Az infóhiány miatt meglehetősen nagy mozgástere van az embernek. Uh-huh. Hát ha mondjuk van néhány fibula, övcsat, lándzsahegy, stb., meg egy-két többé-kevésbé jól megmaradt kép, és akkor azon belül kell variálni, hát persze mértéktartó módon kell csinálni meg ésszel, tehát itt se kell rögtön összekeverni minden mindennel, de itt azért van éppen emiatt az óvatos művészkedés miatt érdekes is ez a korszak. Csak pusztán illusztrátori szemmel nézve. De amúgy régész történész vonalról is egy nagyon-nagyon mozgalmas, nagyon érdekes korszak. Rendkívül, rendkívül más, mint ami előtte és utána is volt. Ez egy nagyon-nagyon furcsa. Ez a Kun női viselet rekonstrukciós rajza, ez csak azért lehet tanulságos, mert itt eltérően a többi rajztól, itt minden egyes maradandó anyagból készült tárgy, az tényleg két sírlelethez kötődik, amik egy-két évtizedes különbséggel datálhatók. Előkelő Kun női sír anyagából van összerakva, amik egymást nem ütik. Nagyon jól passzol a keleti Kun sírszobroknak az anyagához, és még ahhoz a kevés Kunakról készült egyéb illusztrációkhoz is. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan, ezáltal a mostanában készült, és úgy többé-kevésbé itt a közelben levő képeim közül ahhoz, amit ti karakterépítésnek neveztek. Tehát, hogy minden egyes tárgynak meg legyen a hivatkozási alapja valamilyen szinten. Vagy viseleti darabnak, mintának, stb. Itt mindent igyekeztem úgy összebogarászni. Persze olyan csalások vannak benne, hogy ez tulajdonképpen egy férfi süvegnek a mintája, mert a képes krónikából. Viszont a színes mintája miatt nem tudtam neki ellenállni. Nem tudjuk, hogy a nőknek volt-e ilyen. A sírszobrokon ugye nem látszik, mert nagyon el vannak, a keleti Kun sírszobrokon nem látszik, mert nagyon el vannak kopva. Igen, ez így van. Tényleg az 50-es években készült szovjet rajzokra vagyunk hagyatkozva a részleteik dolgában, mert már azóta is úgy elkoptak, hogy... Tehát az oroszok szeretnek ilyen tipológiai táblázatokat készíteni, tehát hogy minden tárgyról külön egymás után, hogy mik szerepelnek a szobrokon, és végül is ezek használhatók. Úgyhogy ami érdekes benne, az a kínai tükör, ami egy rendkívül különleges tárgy itt a Kárpát-medencébe. A kínai bronz tükör a jobb kezébe fogja. Uh-huh. Eredetileg csontbelkásos nyele volt, most már az letört, még a tatárjárás erő került a Kunokhoz, és onnan jutott be a Kárpát-medencébe. De az összes többi tárgya is olyan, hogy hát mindegyik létező dolog. A hajviselete az a szobrokról van. Igen. A keleti Kun sírszobrokról, bár ott láthatóan a Kunok eléggé küzdöttek a kővel, mint anyaggal, tehát az ábrázolásmód az úgy neki elég nehezen ment úgy. Emiatt a hajfonatnak a tényleges helyét és úgy, hogy pontosan hogy is volt, az nehéz kinézni, mert néha teljesen, van amikor csak hátul ábrázolják. Azok a kis vigyók rajta pedig ezüstpántok. De emiatt felvetik, hogy nem is biztos, hogy a saját haja volt. Lehetett úgy, mint ahogy a mongol nőknél lehetett időnként látni ilyen hajviseleteket, vagy írnak róluk, hogy ilyen nagyon... Hát tulajdonképpen ilyen parókaszerű hajfonatokat tettek föl. Aha.
És Na igen, ezzel, igen. visszajutottunk. Ezzel a végére is értünk a rajzoknak, amit küldtél, és végére értünk a műsorunknak is, mert pont most elfogyott a műsoridőnk. De szerintem jó dolog, hogy vagy, jó dolog, hogy vannak a munkáid, és én örülök mindig, amikor találkozok egy-egy boldog Z rajzzal. Szerintem Szintén. 15 olyan kötet nálam is van itt itthon a polcon, amiben felbukkannak a munkáid. Szerintem Szeretettel köszönöm. mindenképpen hiánypótló ez a fajta történet, és több ilyen kellene, több ilyen kellene mindenhova Igyekszem, is. igyekszem, bár mondjuk tény, hogy ez a kézműves vonal, amit én elkezdtem, az hát ugye a számítógépek mellétéve nem túl gyors. Meg hát egyedül vagyok, tehát nem egy cég vagyok, féltucatnyi grafikussal, hanem egyedül, amit tudok csinálni, azt elvégzem. Egyébként csak így érdekességképpen mondom, hogy egy ilyen képnek a készítése az ilyen 4-5-6 nap. Mit tudom én, az a piros páncélos székely ispán, amit láttatok, arra azt mondanám, hogy ez az körülbelül egy hét alatt tudnék olyasmit nagyobb méretben, mondjuk a nagyobb az nálam A3-ast jelent. Hát annál nagyobbat kézzel készíteni nem szerencsés, ezt már megérdeklődtem, meg nem is vagyok én Feszti Árpád, hogy ilyen körképeket alkossak, mert csak a hibákat látnám tízszeresen rajtuk, tehát teljesen más kávéház. Rendben, legyen ez a végszavunk. Hát Akkor nagyon köszönöm. nagyon szépen köszönjük Boldog Zoltánnak, hogy vendégünk volt, és megosztotta velünk a grafikus munkájának a kulisszatitkorait. Ez volt a Régi Vitézeknek 67. adása. A stúdióban voltak meghívott vendégünk Boldog Zoltán, történelmi illusztrátor, Hézser Benedek, Sziasztok! én pedig Mesterér János voltam. Szervusztok!